a hagyomány szerint a három királyok tömjét, aranyat, mirhát vittek. Most ott abban az istálóban, meg úton Egyiptomban alig ha volt nagy tömjén, azért idő meg szükség. Hát mirhával lehet, hogy megkenték a kisbabát, az is lehet, hogy nem. Az arany jó volt, mert tudtak rajta szamarat venni, meg az úti költséget valahogy. Mert szamaruk már megvolt, szóval jó. Hát, hogy vitek valamit, amiről ők azt gondolták, hogy fontos. Hát egy király azt gondolja, hogy tömjön arany, meg a mirha fontos. Az, hogy a másik oldalon meg persze legyünk igazságosak, mert egy fiatal pár, emlékezz a te magad korára, te se tudtad, hogy igazán mi lesz a fontos. Mert egyszer csak valami olyan lett fontos, amiről el se tudtad képzelni, hogy mondjuk olyan orszívó, erős porszívó, vagy valami más, olyan eszköz, amire nem is gondoltál azelőtt. Szóval, hogy egészen apróságok lesznek a fontosak, mégis abból a szempontból fontos az, hogy te adj valamit, hogy rájöjjenek arra, hogy te egy erőforrás vagy. Tehát tudják azt, hogy tőled lehet kérni. Mert az, hogy valaki elfogadjon valamit, annak az egyik komoly feltétele, hogy merjen kérni, és tudja, hogy mit kér. Ezért ezek a látszólag teljesen fölösleges ajándékok, azért valamiképpen annak a jelei, hogy te itt jelentem, itt vagyok, jelentem, állok rendelkezésre, jelentem, itt a pénz, itt a tömjén, itt az arány, amire szükséged van. És ez azért érdekes, mert hogy most ugye jön az annak a szorongásnak a hirtelen félelemmé növése, ami addig volt, hogy kiesik egy kereső, hogy a férfinak kell gondoskodni a külvilágról, hogy olyasmiket is el kellene végezni, vagy el kell végezni, ami eddig észrevétlenül női feladat, nem, állati, hogy a női feladatok azok olyan észrevétlenek, azokat csak ilyenkor veszik észre a férfiak, és eszméletlen sok van belülük, mondhatom. Szóval ilyenkor kell valahogy megint csak nagyon élénk figyelemmel rájönni arra, hogy mi kell. Lehet, hogy ők már előre gondoltak arra, hogy valamilyen fitness kaját vagy terhes kaját rendeljenek, vagy kismama ételt rendeljenek a kismama házhoz szállító szolgálattól, ami háromszor annyi áron viszi a főtrépát, mint ahogy te megcsinálnál, akkor nem viszel neki komatálat. Hogyha egyszer csak rájönnek, hogy hoppá, nincsen ereje a lánynak fölkelni, a fiú meg a negyedik vajas kenyeret égeti oda, akkor meg elkezdhetsz belépni. Tehát megint csak egy ilyen nagyon-nagyon erős figyelem, ők totyogó kisbabák a szülőségben.